Szerintem mindenkinek a fejében ott van, hogy nem olyan régen, itt még a Győri vasútállomás környékén hónapokon keresztül bevándorlók tízezrei árasztották el a tereket, utcákat. Lesz népszavazás ősszel, ezt jelentette be Kara Ákos csütörtökön Győrben. Az Alkotmánybíróság döntésével elhárult az akadály, így mindenki elmondhatja véleményét a kényszerbetelepítésekről. A képviselő úgy fogalmazott, nem Brüsszelnek, hanem a magyar embereknek kell eldönteniük, kivel akarnak együtt élni. A kormány népszavazási kezdeményezése kiállta a próbát az Alkotmánybíróságon. Minden baloldali pártok által, meg baloldal által finanszírozott civil mozgalmak által beadott beadványt megsemmisítette az Alkotmánybíróság, így népszavazást megtarthatjuk. Azt szeretnénk kérni az emberektől, hogy vegyenek részt a népszavazáson és szavazzanak nemmel. Azért szeretnénk, hogy az emberek nemmel szavazzanak, mert elképesztőnek tartjuk, hogy brüsszeli bürokraták, illetve európai baloldali politikusok a magyar emberek megkérdezése nélkül szeretnék azt eldönteni, hogy kik éljenek Magyarországon. A képviselő arról is beszélt, hogy az európai és a magyar baloldal is bevándorlókkal akarja betelepíteni Európát, ehhez azonban a magyar kormány nem asszisztál. Meg kell védeni Magyarország függetlenségét, ezért kell minél több embernek nemet mondania a kényszerbetelepítésre. Olyan döntéseket szeretnének kicsikarni Magyarországtól, vagy a visegrádi országoktól, a V4-ektől, hogy megváltoztassuk a kultúránkat, megváltoztassuk a szokásainkat, veszélybe legyenek magyar embereknek az álláshelyei, mint ezt mind elutasítjuk, és továbbra is azt mondjuk, hogy a magyar emberek maguk dönthessenek arról, hogy kikkel szeretnének együtt élni, és a magyar emberek maguk tudják a saját jövőjüket formázni. Brüsszel büntetéssel is fenyegeti hazánkat, egy bevándorlóért 78 millió forintot számolnának fel, az 1800 bevándorlóra számolt 150 milliárd forintos büntetéssel pedig az Unió elvinné például az egészségügyi és szociális dolgozók tervezett béremelését. Mi nem hívtuk meg ezeket a bevándorlókat, mi nem szeretnénk, hogy itt legyenek, és nem fogunk fizetni fejenként 78 millió forintot. Az első körben, csak hogy a nagyságrendet tudjam érzékeltetni, körülbelül 150 milliárd forintos büntetést szánnak egyesek Magyarországnak. Ez azt jelenti mondjuk, hogy jövőre az otthonteremtésre egy forint se jutna, vagy mondjuk azt jelenti, hogy a családi adókedvezményből egy forintot se lehetne érvényesíteni, vagy azt jelenteni, hogy mondjuk 150 milliárd forint kikerülne a költségvetésből ilyen célra, akkor nem lehet az egészségügyi és a szociális ágazatban dolgozók bérét emelni, úgyhogy elutasítjuk ezt, határozottan tiltakozunk most is és később is. Nem lesz Magyarországon ilyen, hogy a szociális és egészségügyi dolgozók helyett mások által meghívott bevándorlókra költsük a pénzt. A népszavazást várhatóan szeptemberben vagy októberben tartják Magyarországon, a pontos időpontról pedig az államfő dönt majd.